Balázs Attila vagyok, Pácsol. Én a Cukorborsó kert vendégnek vagyok az üzletvezetője, illetve tulajdonosa. Tíz éve vendéglátózom, és tulajdonos társaimmal idén júliusban álmodtuk meg ezt az értelmet, hogy átvesszük, kibéreljük, és egy kicsit újjáalakítjuk, és feldobjuk a pátyiak életét egy jó kis étteremmel. Még gimnazista koromban fogalmazott bennem, hogy én a vendéglátásban szeretnék dolgozni. Érettségi után egy vendéglátós iskolát végeztem el, és a gyakorlatomat a Hilton szállodában kezdtem, és utána egy másik egyetemen kezdtem dolgozni, és nem is akartam másra foglalkozni. Imádom a vendégeket, a vendéglátást, a gasztronómiát, úgyhogy én úgy gondolom, hogy erre termettem, hogy ezt csináljam. Azért pár, mert itt lakom, ez az egyik. A másik koncepció az, hogy egy házias, családias kis étteremet akarunk itt létrehozni. Egy kicsit magyaros, kicsit az olaszos vonal felé elvíve az egész. Van egy fatüzelésű pizzakemencénk, olasz alapanyagokkal dolgozunk. Nagyon jó kis 20 éves rutinnal rendelkező pizzaszakásaink vannak. A konyhán meg egy nagyon jó kis séf összerakott egy étlapot, és ezzel a koncepcióval szeretnénk így működni hosszú-hosszú évekig. Olasz étteremben dolgoztam 6 évet, és így elég jó kapcsolatrendszert alakítottam ki olasz beszállítókkal, így elég könnyű ezeket az alapanyagokat nekünk beszerezni. A másik részét, a konyhai részét, meg különböző beszállítótól, mint például a Matuszattól például rendelünk egy-két húst, illetve egy-két alapanyagot, vagy lenti, illetve egy fönti teraszunk. A fönti teraszt azt téliesíteni tudjuk, tehát van egy egész jó 24 fős téli kertünk, egy 50 fős belső helyiségünk. Télre készülünk különböző programok, decemberre esetleg egy beiglisütő verseny van tervben, januárra disznóvágás. Én tartottam tőle egy picit, hogy rosszabb lesz vidéken, de így az elmúlt 3 hónap bizonyította, hogy nem hogy rosszabb, hanem jobb vidéken egy értelmet üzemeltetni, mint a belvárosban. Sokkal barátságosabbak, nyugodtabbak az emberek, és sokkal kötetlenebb velük való kommunikáció, illetve az egész étkezésnek más a menete. Nem sietnek, nem rohannak, ráélnek. Van még egy nagyon jó kis épület itt mögöttünk, amit jövőre szeretnénk kihasználni, és egy nagyszerű kis kert mozit esetleg kialakítani. Sőt, itt van egy nagyszerű panoráma itt szemben, még esetleg terjeszkedni egy parkolóval, pluszban, hogy még többen tudjanak ellátogatni hozzánk, és elférjen mindenki.